A városi temető környékén életbe lépő forgalmi rend változásairól már hírt adott stábunk a napokban. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően bizonyos forgalmi rend módosításokat fogunk végrehajtani a Tripamer utcai temető környékén, hogy gördülékenyebben történjen a temető látogatási forgalom Minden Szentek napján és környékén. A következő napokban Minden Szentek és Halottak napja alkalmából egyre többen látogatják meg a temetőket. Zala megye összes településén a sírkerteknél rendőrök teljesítenek szolgálatot. A fokozott rendőri jelenlét célja a temetők és környékének, a közrendjének és közbiztonságának a fenntartása. A zavartalan megemlékezés és a sértetté válás megelőzése érdekében az Zala megyei rendőrfőkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy otthonukat elhagyva körültekintően zárják be az ablakokat, ajtókat, és tegyenek meg mindent az ingatlanuk biztonsága érdekében. Közösségi oldalakon ne tegyék közzé, hogy mikor látogatnak ki a temetőbe. Akik gépjárművel érkeznek, látható helyen semmilyen értéket ne hagyjanak az autóban. Ne vigyenek magukkal nagyobb összegű pénzt, jelentős értékeket, irataikat és a lakáskulcsukat ne tartsák egy helyen. A mécsesek a sírkertekben és otthon is veszélyesek lehetnek. Sajnos minden évben előfordul ilyenkor, hogy egy meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás, de a temetőben a sírhelynél sem tanácsos égő gyertyát hagyni. Érdemes néhány dolgot megfogadni a biztonságunk érdekében. Ha a temető tüzeket el akarjuk kerülni, akkor minden esetben tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz avartól, az elszáradt virágoktól, vagy éppen a koszorúktól, mert ezek ugyebár könnyen lángra kaphatnak. Csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg a szabadban, hogyha ezt megtehetjük. A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, és hogy ne tudjon felborulni. Az is nagyon fontos, hogy mindenképpen kerüljük azt, hogyha forró mécses tartunk van, akkor azt egyből kidobjuk a hulladékgyűjtő edényekbe. Zala megyében szerencsére évek óta nem történt a temetőkben vagy az otthoni megemlékezés során tűzeset.